Jön tehát az első elődöntőnk, Andrew Gilding és Johnny Clayton a színpadon. Érdekes mérkőzés ez most minden szempontból, hiszen egész biztos, hogy egy új döntősünk lesz 2022-ben. Claytonnak már van tapasztalata a fináléban, tehát ő már a pályafutása során játszott European Tour döntőt, Gilding pedig nem csak hogy 2022-ben, hanem soha életében nem volt még ilyen versenyen finalista. Úgyhogy meglátjuk, hogy az egymás elleni mérkőzés kinek sikerül jobban. Laci, mit találtál egymás elleni meccsek tekintetében? Négy mérkőzést találtam egymás ellen. 2016-ban már játszottak egymás ellen egy Dutch Stars Masters kvalifikációs versenyen. Ott Andrew Gilding nyert 6-4-re Johnny Clayton ellen. Majd ezek után jött még három mérkőzés 2017-ben és 22-ben, amit viszont már Johnny Clayton nyert végig. És minden mérkőzés 6-4 vagy 6-5 arányból eredményt hozott. Úgyhogy most sem számíthatunk szerintem lazább mérkőzésre. Ami igazán érdekes Andrew Gilding menetelésében ezen a European Tour fordulón, hogy egyre rosszabb mérkőzései vannak, és mégis eljutott a négy közé, hiszen ha csak is kizárólag az átlagokat nézem egymás után, 99, 96, 93, 87, és mégis itt van. És itt van. És ez a legfontosabb. Hát igen, ugye amennyi elég egy győzelemhez. Illetve hát ugye ő hozza azt, amit ő tud. Hasonlóan kezdenek most minden esetre. Ugye voltak már idén olyan játékosok, akik nem kiemeltként jutottak a fináléba. Úgyhogy nem Gilding lenne az első, aki pénteki napról küzdi fel magát odáig. Nem kell messzire menni, mert például William O'Connor ugye Budapesten volt döntős. Előtte Robbie John Rodriguez Trierben, és Martin Lukman is megtette ezt még áprilisban Münchenben. Bizony. Viszont közös bennük, hogy egyikőjük sem tudta megnyerni végül a tornát, tehát a döntőben azért mindig kiemelt játékos győzött eddig. Ellenben igen ritka volt idén az, hogy a négyből három játékos kiemelt legyen az elődöntőben. Bizony. Inkább az volt a trend, hogy hullanak a kiemeltek, mint a legyek a második, harmadik körben. 121 kár a harmadik nyílért. Igen, hát most a kiemeltek közül azért itt van Clayton, itt van Csizi, és itt van Noppert is. Hát azért Gildinget nem sokan mondták volna itt döntő várományosnak, annak ellenére sem, hogy ugye volt már elődöntős, erről majd a negyed döntőben beszéltünk, lehet még egy 140, vagy hát ugye már biztosan van még egy elődöntője, a döntő az tényleg óriási lépés lenne. 51 esztendősen, 60. helyen a világranglistán. Igen, így félő, hogy kiesik a Pro Tour kártya tulajdonosok köréből, Andrew Gilding, és újra kell kvalifikálnia magát, ami nem biztos, hogy már sikerülni fog, annyira erős a felhozatal. Jó, a tripla 20. Dupla 10, nem, dupla 5. Megvan. Az ott van. Ezt akarom megnézni, hogy Gildingre mekkora volt a szorzó a torna elején, hogy ha megnyeri, akkor mennyit fizettek volna érte. Hát biztos, hogy borzasztóan sokat. 81-es szorzó volt. Igen. Rá. Igen, elején. Tegnap már 15-ös. Ez a szorzó még alacsonyabb lett azóta. Igen. De a négy elődöntősök közül, vagy elődöntős közül úgy néz ki egyébként ez a felhozatal, hogy Noppertre volt 17-es, Claytonnal kezdünk. Claytonnal volt 7,5-ös, Noppertre 17, Csizire 19, és Gildingre 81-szeres szorzó. Ők vannak most itt a legjobb négy között. A mai napra már egyébként úgy futottunk neki, hogy Clayton 2,62, Noppert 5,5, Csisznál 6, és Gilding 11. 140.
Kiszálló már Johnny Clayton. Jön a tripla. 14-50, Bull a végére. Meg is van. Milyen szép játék. 124-ről száll ki Clayton, és most már break is van. 2-0. Clayton az egyetlen, aki amikor dob valami jót, akkor nem a VIP felé néz ki, hanem bele az oldal kamerába. Tehát neked szól, hogy nézd, öcsém, ezt dobtam. Nagy figura. A legnagyobb elődöntője egyébként Andrew Gildinnek pályafutása során 140, egy 2015-ös UK Open elődöntő volt. Ugye 32 éve dárcozik, néha azért becsúszhat egy-egy jó sorozat. De ugye szerepelt, ő többször is szerepelt világbajnokságokon. Némileg mi Player Championship fordulót sem nyert soha. A legutóbbi döntője idén júliusból való, akkor Danny Noppert ellen kikapott 8-6-ra az egyik Player Championship fordulóban, 19-en egyébként. Nem jött be most a Bull Claytonnak. De megint nagyon közel voltunk egy 120-os kiszállóhoz. Na Gildingnek hogy megy a 117? Megérkezik a tripla 19, és a dupla 20, 117-es kiszálló rögtön vissza breaker Andrew Gilding. Ez volt az első 100 pluszos kiszállója itt az egész hétvége folyamán Gildingnek, miközben Claytonnak van 6, és ugye egy meccsel kevesebbet játszott. Igen. De ugye nem kellett megdobni a 100 pluszos kiszállót idáig, hanem csak határozottan kellett fogyasztani a tömeget, és akkor ahova megérkezett, azt megdobni szép nyugodtan. Mert azért csak 40%-kal dobta 180 a kiszállóit végig. Vissza tudja dobni Clayton? Nem. Nem. De 140 ott van, hogy 121-en várja a lehetőséget. Hát, rá kell, rádobhat. 25 megvan, 17. Dupla és 20. A dupla 20. Nincs Nem. Meg ezúttal. Nagyon szépen megvolt a dupla 20, most nincs meg. Clayton, az nem jó, tripla 17, az jön, igen, Bull, nincs meg. 25 maradt. Elhallgatva a közönséget, itt a négy elődöntős közül Johnny Claytonnak van a legnagyobb szurkoló táborra. 2-2. Igen, ahogy említetted, hogy Gildingnek 40%-os, Claytonnak még 60%-os a tornáltak a kiszállókat tekintve.
Az azért elég kemény. Nagyon, nagyon kemény. De rengeteg 100 pluszos kiszálló azért igen segít. Igen, meg ugye a Dirk van Duivenbode elleni 8-at döntő volt az, ami igazán megdobja, amikor 7-ből 6 kísérlete jó volt a duplán. 137. Négy elődöntős közül egyébként Claytonnak a legjobb a torna átlaga, 97-94. Aztán jön Noppert, 96-11-jel, 94-62-vel, Gilding a harmadik, és Csizé a legrosszabb 94-2-vel, de azért ezek is ilyen jól néznek ki. Igen, annyira rossz az az átlag. 140. És ugye itt Csisznál és Gilding esetében is ez a negyeddöntő húzza le a szár rendesen, mert azért az elég gyenge teljesítmény volt mind a kettőjüktől. Lent már jön a tripla. De kiszállón van Gilding is. Még egy. Úgy is jó. Dupla hat. Megoldja. Van. Itt az újabb 100 pluszos kiszálló Johnny Claytontól. Ez volt a hetedik 100 pluszos a tornán Johnny Claytonnal. És azért úgy, hogy a másik nap kezdett, tehát ez azt a negyedik mérkőzése, nem egyáltalán nem rossz. 180! Jön egy tripla. Egy tripla marad, 100 pont. De ezzel már kiszállón van Gilding. Bizony. Kell még egy 180 Johnnynak, hogy ő is kiszállón legyen. De nem lett. Hú, nagyon nem. 41 végül. Nagyon magasan maradt most. Egyébként érdemes már így a hatodik legvége felé ránézni az átlagokra, miközben azért Gildinget nézzük meg. Dupla 18. Mert hogy itt van egy 121-es kiszálló, 12 nyilas lett tőle is. Szóval 6 leg után az átlagok, Andrew Gilding 104,05, Johnny Clayton 102,92. Na ez már egy elődöntőhöz méltó színvonal. Itt az első leg az, amit csak 18 nyilból sikerült, aztán 12, 15, 13, 12, 12. Ez egy kifejezetten jó mérkőzés. Jó, még akkor is azt mondom, hogy ez a kör most gyengén sikerült. Szép. Nem úgy, mint Johnnynak, ugye itt a második kör elég szép. Itt vannak a kiszállózások, Clayton 50, Gilding 60%-on. Ugye az egész tornáltak is ott van, 42%-on az angol, 58%-on a Velszi. Ezek nagyon jó mutatók. Mondjuk általában, aki elődöntőig jut el, annak azért valami ilyesmivel kellene igen szerepelnie. Hát ezt nem osztják a büfében, bizony, az elődöntőt. Ez elég ritkán fordul elő, hogyha valaki ilyen bűnös teljesítménnyel vergődi el magát a négy közé. Hát nagyon nem tudod lefaragni ebből a 184-ből. Így most már a matekra se kell nagyon figyelni, pláne nem. Szép. 145-tel 60 marad. 80 marad. Este van, semmi gond. Okay. Csak 60, úgyhogy ő is 80-on van, más kérdés, hogy
Gilding hátsó pályára dobhat most a 80-ra. Tripla és két nyila van a duplára. Meg is oldja. Itt egy break Andrew Gildingtől, és ő vezet most 4-3-ra. Ugye neki alapból is szüksége volt egy break részen, anélkül nem nyerhette volna meg a mérkőzést. Ez most megvan neki. Ugye ki is van nekünk írva ott szépen az eredményjelző fölött, de mivel ez már az elődöntő, 7 nyert legig tart a mérkőzés. Dupla 5 jön a végén, úgyhogy ez egy 55-ös kezdés. Kicsit most megakadt Johnny Clayton. Kicsit félrecsúszott. Alul sem jön a tripla. De egy azért jön. 8, 91. Száz a válasz. Ennél azért több kellene hátsó pályán. Könnyen 5-3-as hátrányba kerülhet Johnny Clayton. És a 346, ez már megint egy boogie number, mert nem tud róla kiszállóra kerekíteni Johnny, akármit csinál. De dob egy 140-et, ezzel most már jó helyzetbe hozza magát, mert ugye Gilding elrontotta az előző körét. Kellene a tripla. Nagyon kellene Gildingnek. És jön a tripla 17 a végén, így legalább kiszállón van. Héton viszont sokkal jobb kiszállón lesz. Ó, de gyönyörű! 174-jel maradt a 32, nagyon szép kerekítés. És 160-as kiszálló egész biztosan nem lesz Gildingtől, úgyhogy Clayton visszabrékelhet és egyenlíthet. Csak 79-ig tud lejönni Gilding. Első kívül. Picit beljebb. Ó, az ó, már sokkal 8. beljebb megy. És nem tudja megoldani meg Clayton. Meg tudja csinálni 79-et Gilding. Egy Power Ranger is jól elszomorodik ott a háttérben, mert minden valószínűség szerint Clayton szurkoló. Gilding megcsinálja a tripla 19-et. És a dupla 11-et is. Visszatáncol ebből a legből is Gilding. Kettővel vezet. Egy triplával kezd. Nagyon-nagyon nehéz Gilding ellen játszani. Ugyanazzal az arccal dobja végig az egész tornát Andrew igen. Gilding. Igen. Nincs néha, más néha arca. Amikor egy rosszat dob, akkor egy bólintás. Ennyi. Óriási. Hihetetlen ez az ember. Igen, két leggel vezet. Most egy picit úgymond rápihenhet Andrew Gilding. Egyébként, hogyha Gilding megnyerné az egészet, amitől most már olyan nagyon messze nincsen, nincsen. Akkor megelőzni Johnny Claytont a European Tour rangsorban. 140. Ó, egyes! Viszont aztán szépen javít. 62 így a maradék. Úgyhogy itt Claytonnak minden esélye megvan arra, hogy ezt megoldja. És dupla 16. Megoldja. Ez megvan. 5-4. De most Gilding kezd.
Szépen csendben itt a Pro Tour ranglistán is már fellopakodott a 19. helyre Andrew Gilding. Ott is top 16-ba juthat már. 85 csak a dobás Claytontól. Ennél jobb kellene, mert vissza kell vennie egy bréket. 134. Ötösbe ment a második nyíl, 95 csak a dobás. Folyamatos hátrányban hátsó pályán Johnny Clayton nem tudja befogni Andrew Gildinget. Hihetetlen játék. Nem jön egyelőre tripla. Na most nem, kap egy 57. lehetőséget Clayton. Alatta. Ugye kiszállóra benne. Már egész biztosan nem tudja letenni magát. 100 pont. Csak rá tud közelíteni Andrew Gildingre. A legvégére elfogy a Kraft. Ez egy 100-as jön. Hiányzik valakinek Gervin Price. Egy kerekítő megvolt. Csak jön egy tripla a végére, 140 marad. Igen. 110-re Andrew Gilding. Nem mehet biztosra azért, az a 140, az Johnny Claytonnak megoldható. Dupla 20. Otta! És akkor nézzük Claytonnak, hogy megy ez. Nincs tripla 20. 100 pont. De három nyíl még mindig ott van a 6-4-re Andrew Gilding kezében. Megvan. Elsőre benne, 6-4! Egy legre élete első European Tour fináléjától Andrew Gilding. Három leget kellene nyernie zsinórban Claytonnak, és 60-nal kezd. Óriási szerencséjére Gilding sem dob triplát. És még mindig nincsen tripla. 6-ból semmi. Büntetlenül hagyja el Gilding. Most egy kicsit ő is kiesett a ritmusból. Ő sem dob triplát. Mutatták az előbb közelről Andrew Gildingnek a cipőjét. Az egy magas szárú cipő. Egy biztos nem fázik a lába Andrew Gildingnek ott fönt a színpadon. Nem jön a tripla. Egy, most egy már neki is. Szépen követik egymást, mondom, hogy tökéletesen lemásolják, de hogy 9 nyílból egy tripla. Most jön egy. Kettő is. Ez most nagyon kellett Johnny Claytonnak. Talán előbb dobhat kiszállóra. Hát mindenképpen előbb dobhat kiszállóra. És hatnyira lesz a 145-re. Gildingnek ez a leg, ez nagyon-nagyon gyenge. Ú! 38 a dobás! És Gilding most azért tehet rá egy kis terret, hogyha megtalálja végre a tripla 20-akat. Fölötte van, de jó helyen. Még jobban kiemelte. Nem, 59, de 170-re azért beállt. Eldobott 15 nyilat, abból egy volt tripla. Dupla 16. Nem oldja meg. 170 a győzelemért. Hát, ha valami ez most nagyon nincsen benne Gildingben. De ott a tripla 20. Második is megvan, meccs nyíl. Ó, 25 marad. És érzelem volt az arcán. Nem is értem.
Dupla 16, megoldja Clayton, 6-5. Egy legre felzárkózik, de most Gilding kezd. Ott a tripla. A saját kezdésénél megtalálja. 100 pontos kezdés. Johnnynak kell a 140 legalább. A közönség vele van. Ez mennyit tud neki segíteni? 140. Jobban kezd, mint Gilding. Ott a tripla 20. Száz pont. Ez alatta van nagyon, másik már benne van. 100 pont. De visszaestünk az átlagokban, 97-esre mind a kettőjüknél. Benne van a második is. 140. Kiszállón. Johnnynak elég egy 100 ugyanehhez a célhoz. Az ott a tripla. Egy triplával már. Kettő is benne jó van. Jó lehet. 125. 100 fölött marad ő is. Megvan a tripla 20. Tripla 17. Az nincs meg. Vissza tripla 20-ra. 64 a maradék. És akkor most egy 136 Claytontól. Egyesen tripla egyel kezd. Rádobhat Gilding a 64-re a győzelemért. Jön egy tripla 20 legalább a végén. Így 54 marad. De Gilding 64-re. Egy vagy két meccsnyira lesz. Kettő. Elsőre benne! Döntős Andrew Gilding! Élete során először a European Tour döntőjébe jut Andrew Gilding, 7-5-re legyőzve Johnny Claytont. Hát ez egy óriási meglepetés. Az az ember, akire több mint 80-as szorzó volt a tornát megelőzően, bedobja magát a fináléba. És várhatja, hogy ki lesz az ellenfele. Dave Chisnall vagy Danny Noppert, ez hamarosan kiderül.